szerintem nagyon sokatokban felmerült, hogy a vasutaknak a nyomtávja az miért pont akkora, amekkora. Erre találtam egy nagyon népszerű és érdekes városi legendát. A városi legenda pedig így szól. Az amerikai vonatok nyomtávja, a sínek közötti távolság pontosan 143,5 cm, ami 4 láb és 8,5 incsnek felel meg. De vajon mi az oka annak, hogy ez a távolság pont ekkora lett? Mi olyan vonzó ebben a számban? A válasz meglehetősen egyszerű és könnyen kitalálható. Az USA-beli nyomtáv pontosan megegyezik az Angliában használatos nyomtávval, mivel az első vonatokat angliai bevándorlók kezdték építeni az új világban. Na jó, de ettől a kérdés még kérdés marad. Most azt kell megválaszolnunk, hogy Angliában miért lett 143,5 cm a nyomtáv. Azért, mert az első vonatokat Angliában azon tervek és sablonok szerint készítették, amelyeket a hintók és kocsik gyártására is használtak. Így hát felmerül a kérdés, hogy a hintók és kocsik nyomtávja miért lett pont 143,5 cm. A válasz megint nagyon logikus. Ha más lett volna a nyomtáv, akkor ezek a járgányok nagyon hamar tönkrementek volna az angliai kőutakon, mivel azokban pont ilyen távolságra volt két vájat, melyeket a régebben ott járt kocsik váltak ki. Nem meglepő azonban, hogy az Angliában található kőutakat szinte egytől egyig az ókori Róma építette. A kőutakba vájt vájatokat pedig az első római kocsik és harci szekerek vájták. Már az ókori rómaiak is szabványok szerint építették az utakat és a harci szekereket, ezért aztán mind ugyanakkora lett, ami a vájatok távolságának egyformaságát is maga után vonta. A vájatok aztán évszázadokon keresztül kényszerítették az utókor járműtervezőit az ősi szabvány betartására. A tanulság tehát, hogy ezek után, ha azt kérdezed, hogy ki a fene rikjentette ezt vagy azt a számot, például 143,5 cm, pont rátapintottál a valóságra. A római kocsik távolsága ugyanis pont azért lett akkora amekkora, hogy két ló hátsója kényelmesen elférjen egymás mellett a kocsi előtt. Megvan tehát a válasz. A római lovak fara szülte azt a különleges számot. Ha pedig már elég izgalomba jöttél attól, hogy birtokába jutottál a modern világ egyik nagy titkának, még egy adalék. Bizonyára láttad már azt a két vastag rakétát az amerikai űrrepülők oldalán felszállás közben. A nevük Solid Rocket Boosters, SRB. Ez a két rakéta hajtja fel az űrbe az űrhajót. A rakétákat a utahi Tihol gyárban gyártották, és tervezői sokkal, de sokkal vastagabbra szerették volna csinálni. A probléma csupán az volt, hogy a rakétákat vonaton kellett a kilőállomáshoz szállítani. A vonat pályája néhány olyan szűk alagúton keresztül vezet, hogy a sínek épp hogy elférnek benne. Ezért aztán a rakéta sem lehetett szélesebb, mint a nyomtáv. Így esett meg, hogy a világ egyik legfejlettebb technológiájával gyártott rakétájának a szélességét két római ló hátsójának egymástól való távolságra határozta meg. Nem zavar meddig is tart.